Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, április 2-a Áron névnapja van. Ma van húsvét hétfő, azaz vízbevető, vízbehányó hétfő. 213 éve a mai napon megszületett Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő, 178 éve pedig megszületett Émile Zola, francia író. Most lássuk a kiemelt híreket először röviden. Rezes bandával indultak locsolkodni Kupuszinán a legények, Csantavéren tavaszváró ünnepséget is tartottak, Törökkanizsán pedig Fiákerre pattantak a locsolkodó legények. Jóval nagyobb bírságokat irányoz elő a szabálysértő autósok számára a közlekedés biztonságról szóló törvény módosítása. Ma kezdték meg a pneumokokkusz baktérium elleni védőoltások alkalmazását Szerbiában. A Magyar Nemzeti Választási Iroda holnaptól ellenőrzi a beérkezett levél szavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Rezes bandával indultak locsolkodni Kupuszinán a legények, a hagyományos szíven már éjfél után elindult a csapat, így nem sokat alhattak a helyiek. A leányok népviseletbe öltözve hímes tojással, ajándékokkal és húsvéti finomságokkal várták a fiúkat. Minden háznál igazi mulatság alakult ki, a lányokat jól megtáncoltatták a kupuszini nótákra. A hagyományőrző locsolkodásról a Pannon reggeli műsor vezetői is a helyszínről tudósítottak. Hangos nótaszó kísérte a locsolkodókat Kupuszina utcáin. A legények már éjjel elkezdték járni a lányos házakat. A hatodikos fiúkkal kezdődik, a nyolcadikos fiúkig, és a negyedikes lányoktól a hetedikesekig. Két csoportonként, ahány fiú és lány elosztják a párokat, és éjfélkor vagy éjfél után, attól függ, hogy hányan vannak lányok, fiúk, elindulnak locsolkodni. Mindenki a párjához. A népviseletbe öltözött lányokat kölni vízzel locsolják, hogy ne menjen tönkre az értékes viselet. A locsolókat ajándékokkal és hímes tojással várják. Amikor megérkeznek a fiúk a lányokhoz, akkor ugye elénekeljük a Nyisd ki babám az ajtót, és akkor amikor a lány kinyissa az ajtót, meglocsolják, bemenek, meg leszek vendégelve, és akkor amikor kijönnek, akkor utána a fiú húzat egy húzat zeni, vagy nótát, és akkor eltáncolnak valamennyit, és akkor mennek a következő házhoz. Minden háznál táncolnak, de még az utcán is táncolva vonulnak a Rezes banda kíséretében. Hát az 1800-as évek végén akkor már biztosak vagyunk, vannak róla ugye adataink, hogy akkor már alakultak zenekarok és foglalkoztak vele, és egész nyugodtan elmondhatjuk, hogy azóta folyamatosan vannak zenekarok és hagyománya van itt a faluban. Az egyedi hagyományőrző locsolkodásról a Pannon Rádió műsorvezetői is a helyszínről tudósítottak. Nekem a Rudi barátom, aki ide valós, és ő mesélt, hogy itt teljesen más, hogy a Rezes bandával mennek, hiszen ennek nagy hagyománya van itt, hogy hajnali egykor indulnak meg, hogy 8 órára reggel vége, hogy teljesen más, és sok felé voltunk locsolkodni, ilyet még nem láttunk, hihetetlen. Hát nekem nagyon érdekes, hogy különösen az, hogy nagyon korán kezdik, ugye egy órakor kezdik, ennek megvan a történet, hogy miért kezdik egy órakor, ugye annak idején, a régi világban a gyerekek mentek iskolába, a felnőttek mentek dolgozni, tehát másképp működtek a dolgok, ezért kellett éjszaka lezavarni, hogy úgy mondjam, a locsolkodást. A fiatalok szülei és sok falubéli is végigkíséri a locsolkodást, így minden évben egész ünnepi menet alakul ki. Reggel 8 órára minden lányt meglocsoltak a legények, és ahogy a hagyomány szerint lenni szokott, a központban közös mulatozással zárult a húsvét hétfői locsolkodás. A kupuszinai locsolkodásról hosszabb összefoglalóval is készültünk, amelyet ma este 7 órakor a közelképben láthatnak. Mi pedig a híradó második felében foglalkozunk még a locsolkodásra, most azonban lássuk, honnan erednek és mit jelentenek a mai naphoz kötődő szokások. A húsvét megünneplése a 3. század óta ismert, több népszokás is kapcsolódik hozzá, mint amilyenek az ételszentelés, a hímes tojás festése vagy a locsolkodás, amely talán a legismertebb húsvét hétfőhöz kapcsolódó szokás. Húsvét második napját húsvét hétfőt vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték régen. Ez a nap a megelőző napok liturgikus ünneplése után a magyar népéletben már az öröm, elsősorban a fiatalság ünnepe volt, amelyen hajnaltól fogva a legények vízzel locsolták meg, esetleg a patakba merítették az ismerős lányokat. A legények ezért festett piros vagy hímes tojást kaptak ajándékba.
A tojás a legrégebbi húsvéti eledelek egyike, és egyúttal az újjászületés archaikus jelképe is. Az egyházi felfogás szerint, ahogyan a tojásból új élet kell, úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megváltására. A tojás piros színével Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére utal a hagyomány. A húsvéti locsolásnak, majd a tojás ajándékozásnak számos eredete és szerteágazó szimbólumrendszere van. Egyrészt utal a keresztelkedésre is, amelyet szintén vízzel végeztek, de kapcsolatban van a termékenység kultusszal is, valamint arra a legendára is utal, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. A patakba merítéses, vagy a vödrös kútvizes húsvéti locsolkodást a II. Világháború után váltotta fel a kölnis, szagos vizes változat, amely a mai napig sem kopott ki teljesen az ünnepi hagyományok sorából. Hosszú sorok alakultak ki ma a szerb magyar határátkelőken, ezúttal Magyarország felé szinte minden határátkelő járhatatlanná vált ma délutánra. Torlódás alakult ki a Horgos-Röszkek közúti határátkelőhelynél, ahol a várakozási idő meghaladta másfél órát is. Hasonló volt a helyzet a Horgos-Röszke autópálya határátkelőnél. Itt a magyar és a szerb ellenőrzőpont között összeért a sor. Az autósok több mint két órát rostokoltak, mire átjutottak. A Tompa-Kelebia átkelőhelynél is több mint egy órát kellett várni. A Királyhala másodhalom Gyála Tisza-sziget, valamint a Bajmok-Bácsalmás határátkelőhelyeknél is több mint egy órás volt a várakozás. Az illetékesek szerint ez estig így lehet, így indulás előtt érdemes tájékozódni a közösségi oldalakon vagy a police.hu oldalon. A hét közepére csökkenni fog a hullám, de a jövő hétvégére ismét hosszú sorok kialakulására lehet számítani. A pénztárcák bánhatja, ha nem közlekedünk figyelmesen. A közlekedés biztonságról szóló törvény módosítása jóval nagyobb bírságokat irányoz elő a szabálysértő autósok számára. Április utolsó hetében pedig a szerbiai autópályák teljes hosszán megkezdik az átlag sebességmérését. Aki átlépi a megengedett sebességet, komoly pénzbírságra számíthat, jelentette be Nebojša Arsov, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője a szerbiai RTV műsorában. A legtöbb autós örül a közlekedés biztonságról szóló törvény módosításának. Mint mondták, remélik, hogy a módosítások miatt biztonságosabbá válik a közlekedés. A suštini i slažem se što su povećane kazne, zato što stvarno se bahato ponašaju u saobraćaju. Pozitivno mišljenje i dobro je, samo je pitanje sprovođenja. O zakonu, ako se sprovode, dobro je i stari, a bolje je još bolje ili jako puno nesavesnih vozača i učesnika u saobraćaju i na bicikliste i motoriste, a i same pešake. I nažalost, sami učesnici u saobraćaju jako loše znaju propise i jako se malo pridržavaju propisa i saobraćajnih znakova. Április 3-án lép életbe a közlekedés biztonsági törvény módosítása, mely jóval nagyobb büntetéseket irányoz elő az autósok számára. Megduplázzák a büntetést abban az esetben is, ha a gépjármű vezetője vagy az utasok nem kötik be magukat, így az eddigi 5000 dinár helyett így már 10000 dinárt kell fizetni büntetéskor. 10000 dinár a büntetés akkor is, ha 12 évnél fiatalabb gyermek ül az anyós ülésen, vagy ha a hátsó üléseken utazó gyermekek nincsenek bekötve. Az új törvény értelmében a gépkocsi vezetők vérében lévő alkoholszint maximális mennyisége csak 0,2 ezrelék lehet. Az agresszív vezetésért 30 naptól 60 napig terjedő börtönbüntetés járhat. Április utolsó hetében a szerbiai autópályák teljes hosszán megkezdik az átlagsebesség mérését. A gépkocsi vezetőknek ezentúl a fizető kapunál kapott elismervényen azt is feltüntetik, mekkora átlagsebességgel tette meg a kijelölt szakaszt, és ha gyorsabban vezetett a megengedettnél, akkor büntetésre számíthat, mondta Nebojša Arsov. A közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője hozzátette, a rendőrség fokozni fogja a közúti ellenőrzéseket. Primjenom ovog zakona i aktivnostima saobraćajne policije u narednom periodu mislimo da ćemo smanjiti stradanje na našim putevima. Pre svega hoću kažem da upravo saobraćajne policije u narednom periodu planira da promijeni svoju aktivnost u smislu da će svoje aktivnosti usmeriti na prostorni vremenski na mjestima gdje se očekuju saobraćajne nezgode.
Az új közlekedés biztonsági törvény a motorosok számára is magasabb büntetéseket ír elő. Például, ha a motoros nem visel bukósisakot, vagy gyermeket szállít, a büntetés akár 100 000 dinár is lehet. Alekszandar Vučić csalódott amiatt, ahogyan Szerbia partnerei az elmúlt napok koszovói történéseire reagáltak, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Ana Brnabić, szerb miniszterelnök, miután több órán át tárgyalt Szerbia elnökével tegnap. A miniszterelnök elmondta, a kormányátalakítás egyelőre késlekedik, mert most sokkal fontosabb, hogy rendeződjön a Belgrád és Pristina közötti helyzet. Ana Brnabić szerb miniszterelnök több órás tárgyalást folytatott Szerbia elnökével vasárnap. A kormányfő kifejtette, ő is meglepődött azon, ahogy a Koszovszka Mitrovicában történteket kezelik Szerbia szövetségesei. Elmondta, Belgrád hajlandóságot mutat a kompromisszumra, de ez csak akkor lehetséges, ha Pristina is tesz a kétoldalú kapcsolatok rendezéséért. Predsednik Republike vodi razgovore i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim državama oko toga šta dalje možemo da očekujemo na Kosovu i Metohiji. Srbija neće odustati od svojih nacionalnih interesa, ali je situacija sve teža. Sve je teže očuvati mir, očuvati stabilnost, sve je teže očuvati jedan racionalni pristup Srbije kada vi imate apsolutno nepoštovanje nikakvih dogovora. A kormány átalakításának kérdésével pedig majd csak azután foglalkoznak, hogy a koszovói helyzet normalizálódott, szögezte le Ana Brnabić. U ovom trenutku nacionalno jedinstvo je ključno, što budemo jedinstveniji, bit ćemo jači. Realno smo u teškoj situaciji. Situacija je, kao što sam rekla, stvarno izuzetno, izuzetno teška. Dobro je da imamo predsjednika koji razmišlja hladne glave, tako da će rekonstrukcija vlade svakako sačekati neka stabilnija vremena na Kosovu i Metohiji. Szerbia gazdasága a régió stabilitásától függ, és ez az, ami engem jelenleg a leginkább aggaszt, mondta Ana Brnabić. Szó sincs arról, hogy Szerbia elismerné Koszovó függetlenséget, és ezáltal lehetővé tenni, hogy az ENSZ tagjává váljon, jelentette ki ma Ivica Dačić. Nem az a célunk, hogy fokozzuk a feszültséget, hanem hogy megőrizzük a békét és végrehajtsák a brüsszeli egyezményben foglaltakat, emelte ki Szerbia külügyminisztere. Hozzátette, meg kell várni április 20-át, ekkor ugyanis majd kiderül, hogy Pristina eleget tesz-e az egyezményben foglaltaknak és létrehozza-e a szerb községek közösségét. Amennyiben ez nem történik meg, Szerbiának döntenie kell a további lépésekről, húzta alá Ivica Dačić. Ma kezdték meg a pneumokokkusz baktérium elleni védőoltások alkalmazását Szerbiában, mintegy 165 000 adag érkezett az országba, amelyeket szétosztottak az egészségházak között. A védőoltást 2 hónapos kortól kell alkalmazni 3 dózisban, a költségeket pedig az állam fedezi. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter elmondta, elegendő mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, de azon dolgoznak, hogy minél több ellenszert állítsanak elő Szerbiában, így nem kell az országnak a külföldi behozataltól függnie. A Magyar Nemzeti Választási Iroda holnaptól ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Eddig csak nem 3000 levélszavazatot adtak le, ebből 818-at külképviseleteken, 2070 szavazatot levélben jutottak vissza a választási irodához. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 8-ai magyarországi országgyűlési választáson, amennyiben március 24-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ha az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok megfelelnek a nyilvántartásban találhatókkal, akkor a szavazatot tartalmazó borítékot felbontás nélkül félreteszik, ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta után lehet felnyitni. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Mától lehet beiratni a kisensősöket az első osztályba. Aki nem iratja be gyerekét, 100 000 dináros büntetést is kaphat. Kedvezett ma az időjárás a locsolkodáshoz, és a hét további részében is felmelegedésre számíthatunk. Mától lehet beiratni a gyerekeket az általános iskolák első osztályába. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint szeptemberben 65 510 kisásos foglalja majd el helyét az iskolapadokban. Május 31-ig azokat a gyerekeket lehet iskolába iratni, akik 2011. március 1-e és 2012. február 28-a között születtek. Az iratkozáshoz a szülőknek a gyerekek anyakönyvi kivonatát, a lakhelyet igazoló dokumentumot, az orvos által kiállított igazolást,
valamint az iskoláskor előtti intézményből kapott dokumentumot kell magukkal vinniük. Az iratkozás március 31-ig tart, de utólag is meg lehet tenni augusztus 20-áig. A szülők kötelesek iskolába iratni a gyereküket, amennyiben ezt nem teszik meg, akár 100 ezer dináros büntetést is kaphatnak. Locsolkodást és tavaszváró ünnepséget is tartottak ma Csantavéren, a hagyományőrző eseményt a helyi Mendikusz Művészeti Központ hívta életre. Lovaskocsikkal és zenészekkel érkeztek a lányokhoz a locsolkodók Csantavéren. A fiúk szavalatokkal és versekkel is készültek, hogy minél jobban lenyűgözzék a lányokat. A házak látogatását követően a csantavéri fiúkhoz a mohácsi busók is csatlakoztak, hogy elűzzék a telet. A falu központjába már közösen érkezett a menet, ahol a lányok tánccal köszöntötték a locsolkodókat. Bár a busójárás februári szokás, az idei időjárás arra kényszerítette a busókat, hogy áprilisban is járják a télűző táncot. Most már reméljük, hogy végleg sikerül elérni az idei telet, mert márciusban nagyon rossz idő volt, de hát a hagyományoknak megfelelően mi már ezt február elején megtettük, ahogy tűnik ezt a naptár kérte. Csantavéren korábban pár évig szünetelt is a locsolkodás hagyománya. Majdhogy nem oda juttunk, hogy lassan kimegy divatból, de mink újra a hagyományokat próbáljuk felébreszteni, és ekkor a lányok nagyon örülnek, érdekes nekik a locsolkodás, a tojásfestés, stb. Ezzel járó. Nem haragszanak azért, hogy meglocsoljátok ők? Nem. Szerintem nem, de ezt a lányok tudnák talán megmondani, de a kölnivel nincs probléma, a vízzel talán már lenne gond, mivel az időjárás sem olyan, hogy az nagyon kellemes legyen. A fiúk nem csak locsolkodtak, hanem táncra is perdítették a lányokat. Hogy érzik magukat ilyenkor a lányok? Mérgesek a fiúkra, vagy inkább örülnek annak, hogy meg lettek locsolni? Hát szerintem örülnek. Főleg a fiatal lányok, ugye persze hát nagy készülődéssel várják mindig a fiúkat ugye a locsolkodásra, a piros tojások, a sütemények, hát szerintem örülnek. Kitettek magukért idén a fiúk? Megérdemlik a piros tojásokat és a süteményeket? Természetesen, hogy megérdemlik a piros tojást. A szervezőknek eltökélt céljuk, hogy életben tartsák ezt a húsvéti szokást. Úgy gondoltuk az elnöknőnkkel, a Pintér Magdolnával, hogy ezt fel kell éleszteni, és a gyerekeknek megmutatni, hogy milyen volt régen a locsolkodás, és hagyományokat őnekik is megtanítani, hogy amikor majd ők is följönnek, ők is tovább tudják adni ugyanúgy, mint ahogy mint most őnekik. A csantavéri tavaszváró ünnepségen a helyi tánccsoportok mellett a horvátországi Talicska Tánc Együttes férfi tagjai is részt vettek. Török Kanizsán sem szegte a locsolkodó kedvét az erős szél, már 7. éve minden húsvét hétfőn a VMS községi szervezete, a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület néptáncosai és a Rákóczi Szövetség Török Kanizsai szervezetének ifjú legényei megszervezik a hagyományos locsolkodást. Dancsóiknál évek óta bevett szokás, hogy viseletben várják a locsolkodókat, süteményekkel, pogácsával, hímes tojással és némi itallal. Nagyon vártuk már őket, mert több évben is jártak nálunk. Pénteken kifestettük a tojásokat, és pálinkával vártuk, süteményekkel, pogácsával, ilyesmivel. Szerintem nagyon fontos, hogy ápoljuk ezt a hagyományt minden évben. Török Kanizsán nagy hagyománya van már a locsolkodásnak. A legények legalább 20 helyszínre látogattak el. Valójában ugye az is volt a célunk, hogy a régi húsvét hétfőhöz kapcsolódó hagyományokat fölelevenítsük, illetve hogy rámutassunk arra, hogy mennyire fontos itt a 21. század elején az, hogy ragaszkodjunk a hagyományokhoz, a gyökerekhez. Mint minden évben, így idén húsvét hétfőn is fiák erre pattantak az ifjú legények, és népviseletben, zene kíséretében vödörnyi langyos vízzel locsolták meg az ismerős lányokat, asszonyokat, ezután pedig meg is táncoltatták őket. Kedvezett az időjárás ma a locsolkodóknak, a kölnivel és a szódával nem kellett spórolni, ugyanis napközben nem volt csapadék, így az urakra maradt az a megtisztelő feladat, hogy a hölgyek ne hervadozzanak.
Bár a reggeli órákban még borongós időre ébredhettünk, a nap további részében időről időre a melengető napsugarak is előbukkantak. A locsolkodás közben az uraknak arra is ügyelniük kellett, hogy a hideg csípő szél miatt a hölgyek nehogy megfázzanak. A húsvéti ünnepek alatt nem kedvezett a szabadtéri programoknak az időjárás, a locsolkodás azonban nem maradt el, és az égbolt is kitisztult. A hét további részében fokozatosan egyre szebb időre számíthatunk az előrejelzések szerint. A legmelegebbet keddre és szerdára jósolják a meteorológusok. A hőmérséklet 20 fok körül alakulhat napközben. Ezeken a napokon is előfordulhatnak gomoly felhők, de számottevően több napsütésre számíthatunk. Szerda este azonban már visszatérhet a csapadék, kisebb záporokra kell készülnünk, aminek következtében csütörtökön 17 fok környékére süllyed vissza a hőmérséklet. Hétvégén viszont a meteorológusok szerint ismét melegebb idő érkezik. A felmelegedés a jövő héten is kitart. A hőmérő higanyszála akár a 20 fokot is elérheti ezeken a napokon, és ami még fontosabb, rengeteg napsütésre számíthatunk. A szeles idő azonban a felmelegedést követően is meghatározhatja napközben hőérzetünket. A hidegfront hatása fokozatosan megszűnik, de előfordulhat szédülés, ingerlékenység. Epilepsziás, illetve aszmás rohamok léphetnek fel. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. A heves széllökések következtében fejfájás és migrén is kialakulhat. Napi 3 csésze kávé segít az artériák tisztán tartásában, megelőzi a kálcium lerakodást és azzal az érelmeszesedést, ezáltal pedig megvéd a szívbetegségek kialakulásától, derült ki a São Paulo-i Egyetem kutatóinak kutatásából. A brazil tudósok 4400 tesztalannyal dolgoztak, akik mind kávéivók voltak, csak eltérő napi adaggal. A vizsgálat tanulsága, hogy egészen a napi 3 csészényi fogyasztásig növekszik a kávé pozitív hatása, de a fölött már visszaesik. A napi koffein bevétel egészségügyi határértékét egyébként napi 400 mg nagyjából 4 csésze kávé magasságában határozzák meg, e fölött megnő a vérnyomás és érrendszeri problémák kockázata. Magát Krisztina aranyérmet nyert szakításban a nők vasárnapi plusz 90 kg-os versenyében a bukaresti súlyemelő Európa-bajnokságon. A 29 éves magyarországi sportoló az EB zárónapján előbb a 96, majd a 101, végül a 104 kg-ot is kiszakította, amivel Európa-bajnok lett a fogásnemben. A szakításban szerzett arany után lökésben és összetettben is EB ezüstig jutott magát. A bukaresti Európa-bajnokságot Nagy Péter is érmekkel zárta, a 32 esztendős szegedi sportoló a férfiak ólomsúlyú kategóriájában, vagyis a plusz 105 kg-osok mezőnyében bronzérmes lett szakításban 191 kilós teljesítményével. Összetettben is a harmadik helyen zárt 416 kilóval, lökésben 225 kg-mal végül a negyedik lett. Újra Rafael Nadal a világ első, Roger Federernek sokba került, hogy Miami-ban címvédő létére már a második fordulóban kikapott az akkor 175. helyezett ausztrál Thanasi Kokkinakistól, így Rafael Nadal átvette a vezetést a férfi teniszezők világranglistáján, Fucsovics Márton egy helyet rontva a 61. A combsérülés miatt a januári Australian Open óta pihenő Nadal hétvégén a németek elleni Davis Kupa negyeddöntőben tér vissza Valenciában. A spanyol klasszisnak a salakpályás idényben, amelyet Federer idén is kihagy, sok pontot kell megvédenie ahhoz, hogy megtartsa első helyét, mivel tavaly Monte Carlo-ban, Barcelonában, Madridban és a párizsi Roland Garroson is győzött. Egy éve ebben az időszakban 4680 pontot szerzett, miközben Federer egyet sem. Eddig tartott a híradó, a nap legfontosabb hírei jönnek még egyszer röviden. Rezes bandával indultak locsolkodni Kupuszinán a legények, Csantavéren tavaszára ünnepséget is tartottak, Törökkanizsán pedig Fiákerre pattantak a locsolkodó legények. Jóval nagyobb bírságokat irányoz elő a szabálysértő autósok számára a közlekedés biztonságról szóló törvény módosítása. Ma kezdték meg a pneumokokkusz baktérium elleni védőoltások alkalmazását Szerbiában. A Magyar Nemzeti Választási Iroda holnaptól ellenőrzi a beérkezett levél szavazatok választót azonosító nyilatkozatait.
Köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon reggeliben megtudhatják, melyek a tipikus étkezési hibák, valamint azt is, hogy hogyan válasszunk magunknak tökéletes hűtőszekrényt. A Pannon Presszóban egyebek mellett szó lesz a torma jótékony hatásairól. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában arról hallhatnak, hogy felújítják a bocsári Herterendi kastélyt, az iskoláskor előtti gyermekek használhatják majd, mint oktató központot, az általános iskolák alsó osztálya pedig, mint kirándulóhelyet. A Pannon televízióban most jön a Mária út, Pirics a Csíksomlyó magyar dokuriáléti sorozat egyik része, majd a Kalamár is. 7 órától a közelképet láthatják, amelyben ma a kupuszinai locsolkodásról számolunk be. 7:30-tól sport, hétfő lesz, én pedig 8-kor ismét híradóval várom Önöket, addig is maradjanak velünk, a viszontlátásra.